Na, sziasztok! Hát igen, tehát amennyire említettem, nem fejeztük még be a kodot, ugyanis bár ezt hivatalosan egy kiegészítőnek kezelik, én szeretem általában inkább külön játéknak, vagy külön epizódnak kezelni, ugyanis végigjátszuk a kod 1 után a kod 1-hez kiadott, azt hiszem egyetlen kiegészítőt, a United Offensive-et, ami hát gyakorlatilag olyan szinten a kod 1-nek tényleg egy kiegészítője, hogy amennyire így látható is, tehát a menürendszer full ugyanaz, bár most a pofázása miatt nem hallani, de amúgy a menü zene full ugyanaz, amennyire emlékszem, ugyanazok a fegyverek, az irányítás, tehát minden totál ugyanaz, csak új sztori van, új pályák. Ugye a multiát sosem tudtam kipróbálni, de valószínűleg abban is ugye új pályák vannak. Mert ez nekem sosem volt meg eredetibe. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy ezt még azért játsszuk végig, mert bevallom őszintén, hogy nagyon szerettem a kod 1-et, régen is nagyon szerettem a kod 1-et, viszont a kampányát én valamiért, amennyire emlékszem, én ennek jobban szerettem egy kicsit. Szerintem inkább csak azért, mert ugye a kod 1-et azt tényleg unalomig szarrá játszottam, ezt meg ugye csak sokkal később, tehát már szerintem a kod talán a Black Ops 1 volt kint, vagy a Black Ops 1, vagy a Modern Warfare 3 volt már kint, és én akkor játszottam ezzel először, azt gondolom az újdonság varázsa miatt, ugye ez nekem egy kicsit úgy jobban megmaradt. Mindegy, végigjátsszuk, aztán majd a végén megbeszéljük. Úgyhogy erre is ugyanúgy a magyarosítás, irányítás, minden ugyanaz. Viszont most már, á nem, ne legyünk picsák. Harcedzett. Igen, tehát látni, hogy megint ejtően, nem tudom, hogy ugyanazokat irányítjuk-e, mert ugye Martint irányítottuk előzőleg, itt annyit tudni, hogy megint a ejtőernyős egységhez kerültünk, most Belgiumban leszünk, és karácsonykor. De itt nem írnak arról semmit, hogy kiket irányítunk. The sooner you men can scout that ridge over there, the sooner we can get back and get some hot chow. Hey, Sarge, can't we just skip the patrol and go straight to the hot chow? Ender, I'd find that funny if I wasn't freezing my can off. Now get out of here. Meet back at the Jeep when you've done your sweep. Hát itt nézem a neveket, de annyira nem ismerős egyik se, az a Private Goldberg-ővel azt hiszem találkoztam már. Magamnak állítatom a hangot. Jó, csak M1 gerendem van. 18 töltényel. Itt nem lehet googolni, úgyhogy pontosan kell lőni. Hát ez kurva bíztató. Inkább most akkor minden egyes ilyen roham után mentegetek. És most is. Keep your eyes open, boys.
Ez ilyen tényleg ilyen nagyon kínlódós, már itt az elején, akkor lehet az lesz, hogy csak tisztán veszünk egy nehézséget. Most végül is ennek nem az a célja, hogy végig kurványázzam az egészet. Jó, tehát azt mondom, hogy ha még kétszer kinyílnak, akkor visszaveszünk normál nehézségre. Egy. Nagyon jó shortcut. Jó, akkor vegyük vissza, tehát egy kicsit élvezzük már a játékod. Új játék, és akkor így. Mert tényleg valószínűleg végig tudnánk vinni ugyanúgy harcedzetben, mint az első részt is, de hát most tényleg most arra megyek, hogy tehát úgy egy jó élmény legyen, ne megint egy olyan kurva anyázás, mint az alapjátéknak a vége fele. Itt igazából úgyis csak várnom kell, amíg jön a tank.
De jó, bazd meg, hogy innen is. Én onnan tudom, hogy ugyanaz még a zene is, mint az első részben volt, hogy ez a zene ez akkor szólt pont, amikor ott is menekültünk a kocsival. És itt csapódtunk neki ennél a résznél a zenének, a másik kocsinak. Ó, az a Foley is ismerős, hogy tuti benne volt az egybe. Az a Foley szerintem most így visszagondolok, szerintem ő volt a kiképzőnk. Ó, baszki. Igen. Jaj, most akkor csak tartanunk kell. Hát pedig a rókajukban voltam. Ó! Oh. Azt hittem, hogy ez majd csak a második részben lesz. Csak a füsttől nem látom, hogy a gyökerek honnan kempelnek.
sniper rifle and cover me. Watch the ring side for machine gunners. I gotta pop a song for those 47. Aha, azt mondta, hogy főleg a izét, a gép, tehát a géppuska fészkeseket szedjem le. Most meg fedezzem. És ebből a rohadt nagy füstbe nehéz. Mondjuk a scope az már most mondom, hogy jobb lett. Mert tényleg az, hogy olyan újítások vannak benne ebbe a részbe, amiknél én valamiért arra emlékeztem, hogy ezek majd csak a második részbe jöttek be. Ó, baszki, azt nálam meg egy olyan gépfegyver van, amit meg nem tudok használni állva. Na, akkor most nem Martint alakítjuk, hanem valami Rileyt. Aha, és most már nem csak özé van. Azt hiszem Panzerfaust volt az első részben. Ez meg már a bazooka. És hol van még bele izé? Rakéta. Aha. Ez még megy! Hát akkor az valami bug lehetett, mert ez már szerintem felrobbant. Ha most a légitámogatás... Ja, nem légitámogatás jön. Tehát akkor ismét megint, vagy ismételten ezt a tüzérségi üteges feladatot kapjuk. Illetve elfoglalni egy útkereszteződést. Gentlemen, meet Sergeant Jones and Sergeant Ramirez. Their squads will be assisting you on this mission. Care to brief them? My pleasure, sir. It's pretty bad everywhere, take your pick. Sergeant Ramirez, you and your boys will hit the crossroads just south of Foy. Got it. Sergeant Jones, you and your men will be joining me in a flanking action to the west. The woods here and here are heavily mined, with a couple 88s and an OP inside this large farmhouse here. We lost a patrol in that sector, and we'll want to keep a lookout for them. Thank you, Sergeant. The brass wants the 11th Armored in Foy by tomorrow's sunset. We've been asked to clear the way for them, and to do that, we've got to take out everything in between. Questions? No, sir. Good luck, gentlemen. We'll see you in Foy. Dinner will be on me. Dismissed.
Akkor szerint egy hónapig ültünk itt, mire most megindulunk. De az aknamező. Nem csak én jövök erre, azt mondta, hogy be a fák közé. Na, jönnek már. Mondjuk olyan fura, hogy ezen is javítottak egy DLC-re már, hogy itt, hogyha most engem meglátnak az ellenségek, akkor nem azonnal mindenki engem kezd el lőni, hanem ugyanúgy a társaimat. Looks like an officer. What the hell? Salute him. I'll be right up.
Can anyone in this damned army speak German? I can, Sarge. A little. Beats the hell out of nothing. Ask him where our missing patrol is. Also, wir haben letzte Nacht eine Patrouille entsandt. Was ist mit ihr passiert? Ich weiß nichts von irgendeiner Patrouille. No luck, Sarge. He says he doesn't know. Suppose we try again. Wo ist diese Patrouille? Im Schuppen, hinter dem Gebäude. He says they're out back, Sarge. Good, then he can take us to them. Let's go! Zeigen Sie uns, wo unsere Männer sind. Los! Amerikaner! Töte die Gefangenen! Our guys are in there! We need to get to that barn before they do! De most nem erem ebbe a kurva nagy túszharcból, nem hallotta meg az összes német, hogy itt vagyunk. Na? Valami? Get a medic in here to take care of the wounded. The rest of us have got to get up to that crossroads to support Ramirez. Go! Igen, most a tök jó az, hogy az MG40... A baszomba. Az MG42-est felvehetem, csak ugye az baj, hogy ahhoz mindig le kell hasonlom, hogy lőhessek is vele, vagy valami fedezéket keresni. Hát meg szerintem én fegyvert cserélek. Mondjuk Kar 98-at akartam. Most akkor először ki kell találnunk, hogy melyek a miénk, szerintem akik ott jobbra vannak. Az a baj, hogy ebből a lövészárokból valahogy be kéne mennem lőszerért. Na ez kell nekem.
faszom, valaki védhetné a bal oldalt. Csak hát egy fél hadsereg, amiket itt leszedünk. Gyere ki, léci. Gyere már ki. Na, viszont az a tankkal mit basszunk? Azt az hogy került ide ez a bazuka? Hát jó, azt mondja, hogy menjek. Szerintem egész szépen haladunk. Gentlemen, our objectives are to secure the town of Foy and clear the way for the 11th Armored Division. If we're late, the tanks will be sitting ducks for enemy artillery, so move quickly. On my signal, advance across the field and assault the village. Be advised that once we leave the tree line, there isn't much cover, so keep on moving. Questions? No, sir. All right, we've lost a lot of men here. Make them pay, boys. Jó, mondjuk jó lett volna, hogyha ad más fegyvert bazuka helyett. Hát én inkább akkor ezt magammal viszem. Ja, ezt meg nem vihetem. Oh, van sprint! Mi a fasz? Igen, tehát nem sok ideig, mert gyorsan kifárad, de hát ilyen, hogy sprint, hát ilyen végképp nem emlékeztem, hogy itt van. Hát baszki, mindjárt kinyílnak így is a kurva kemper gecik. Na! Melyik volt az, amelyiknek volt mersz a kempelni?
Ott a kurva anyádat. Aha, ők a mieink. Hol van itt... Aha. Ott volt egy sniper. Azt mondta, hogy valami tüzérségi megfigyelőt lőjek ki. Azt mondta, hogy valamelyik ablakban van, de én nem látom egyikbe se. Ott csicska kempereket, azokat látok. Ott az az MG42-es hely volt, amit kilőttem. Hát helyről hagyják, mert nem látok senkit. A? Ott vagy. Good work, Riley. Guys, listen up. We gotta take out that 88. Move! Go, go, go! Tank van? Ja nem. Tank állító. Köcsögnek a fejét. Ja, jó, majdnem kilőttem a mieinket. Na végre ott van gránát. A fa... az hogy az anyjába került ide? Ó, de medik pakka az meg bombos nincs. Másik épületben nem mehetek be. Come on.
Ja, az kinyit van, mert szerintem az ott a puskája. Rohadj meg. Na, szerintem ez nyílt ki az előbb, nem láttam, hogy ez ide leugrik. Hogyha már meddig pakkolt, hát faszom 0 HP-val megyek már mióta. Na végre. Ez ki is fogyott. Na most már medipakkal meg vagyok, most már majd csak lőszer fog kelleni. Hát engem visszaváltok kar 98-ra, mert a MP40 ez nagyon nem akar adni semmit. Majd ad lőszereket, de hát én 15-öket. Én meg azt hittem én voltam az. Kösz! Rohadjál meg! Bassz meg! Hát nem igaz!
Aha, most a templomba megyünk akkor. Na, hallom, hogy bent pofáznak. Boss, engedjetek már, kigecik! Faszom! Ja, mindegy, akkor itt valahonnan előkerítünk egy MP40-est. Hogy ez is jó lesz most. Hogyha már megint a fasztársaim nem állnának be mindig elém. Kor 98 sniper. Akkor még nincs vége. De valami geci kempel rám, mert hallom. Az. Meg az. Na még elvileg van valahol né... Aha, ott van egy bazukás. Bazukásokat kéne találnom. Ott van még egy. Még kettő van. Egy. Mondom, egy. És akkor még egy van valahol. Hol az az egy? Ott! Bazd meg, későn vettem észre. Kurva anyját. Egy köcsög. Akkor saját fegyvereddel baszlak meg. Úgy. De rám ne kempelj, így gyökér. Még négy. De már jönnek, de még mindig van valahol három, még kettő. Hol az az egy megint?
Kar 98, pisztoly, puska. Ha hol a faszomba van az az utolsó geci? Na most ez mi a fasz volt? Hát tudtam, hogy itt ellenséges tank nincs. Valamelyik csicska képes volt egy bazukát nekem küldeni. Még egy. Ott az az egy most. És nem tudom kilőni, bazd meg, mert valamelyik abortusz szökevény izé lövöldözik rám. Jó, kurva anyádat, melyik volt? Tudja, hogy ez a féreg az. Na, szopjatok le. Aha, akkor csak van egy tank. És megint sniperkedik rám valamelyik. Csak az a szar, hogy ők látnak a füstön át, de én nem. Igen, először jó lenne ebből kilőni minden lőszert, aztán utána váltunk.
Na. Most már jött a csere. Továbbra se, akkor ezek szerint itt sincsen kijavítva az, hogy a sniper verzióba ahogy kerüljön már rendesnek a lőszere. Kurva anyádat már. Mi faszból lő az? Ja, bazd meg az a tank. Aha, hát kurvára rám jobb cseréltél le. Jön már. Great job, guys. I'm real proud of all of you. That dinner I promised will have to wait, but I want you to know I'm good for it. Get some rest now. You're gonna need it. We've been called up to Noville next. Ott a káposzta főzelék. Hát jó. De most tovább úgy sem megyünk, most végül is inkább csak egy ilyen belekóstolás volt az UO-ba. Igazából amúgy, tehát tényleg így nem tudok róla rosszat mondani, tehát full ugyanaz, mint az első rész volt, csak mindenben egy kicsit több. Tehát úgy, ugye, ezért tehát több fajta fegyver van benne, az ugye már most látszott. Igen, felülírom. Tehát ugye több fajta fegyver volt benne, ugye az MG42-esben már van olyan, amit felszedhetünk, ugye a páncélökölből is van már kétféle, sprintelhetünk. Úgyhogy tényleg ahhoz képest amúgy eléggé tartalmas, hogy ez csak egy DLC. Vagyis hát jó, kiegészítő, csak mindenki a DLC szót használja, ezt így én is. Úgyhogy hát akkor így ennyi volt egyelőre a United Offensive, szerintem holnap folytatjuk is. Addig is sziasztok!